Megkértem az OTP jogi képviselőjét, hogyha van rá mód és találkozik Csányi Sándorral, adjon át egy rövid üzenetet, hogy csak a nép érdektelensége mentette meg attól, hogy bilincsbe, törvényszékre legyen citálva, úgy, ahogy engem vittek, cipő nélkül, fűző nélkül, nadrágszín nélkül, bilincsen és forrázon az Orskos utcába, de ami késik, nem múlik. Ez az ügy már régen nem a Kásner ügy. Arra kérem a tisztelt kúriát, hogy tartassa be és tartsa be a magyar hatályos törvényeket, állapítsa meg illetékességének hiányát, és tegye át ezt az ügyet az ügyészségre, mert ez az ügyészségre tartozik. Minden ellentmondva az elmúlt 5 évben most vizsgázik a magyar jogállamiság. A kúria a jogerősi téletet a felülvizsgálati kérelemmel érintett részében hatályon kívül helyezi, és ekkorban az elsőfokú bíróság 31 sorszámú ítéletét megváltoztatja. Megállapítja, hogy a felperesek és a másodrendű alperes között 2008. május 29-én létrejött ingatlan jelzálogjoggal biztosított, devizában nyilvántartott jelzálog típusú kölcsönszerződés egy-egy pontjában szereplő, a bank által alkalmazott devizavételi és a 3-2 pontjában többször is szereplő, a bank által alkalmazott devizaeladási árfolyam alkalmazását előíró szerződéses rendelkezése érvénytelene. Kötelezi a másodrendű alperes, hogy fizessen meg a felpereseknek együttesen 63.500 forint felülvizsgálati eljárási költséget. Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. Ez az ítéletet sok százezer ítélet fogja megkövetni. Jobban örültem volna, hogyha a kúria megállapította volna illetékességének hiányát, és az ügyészségnek továbbította volna az ügyet. Kihoztuk a maximumot, és megállapította a kúria, hogy tisztességtelen volt a pénzintézet azon eljárása, hogy különböző árfolyamot, kereskedelmi árést alkalmazott. Több száz milliárd forintot kell visszatérítsenek a pénzintézetek az adósoknak. A szerény becsléseim szerint 6-700 milliárd forintot csak ez alapján, a kereskedelmi árés alapján. Itt több ezer ember öngyilkos lett, és több százezer ember elmenekült Magyarországról, és ez az egész harc és áldozatvállalás azért volt, hogy a kifosztott embereknek megpróbáljuk visszaadni a hitét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hájjel! Haza nem eladó! Nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Nekem sietnem kell itt egy picit, mert pár utcával arrébb vagyok, és szerintem már lejárt a parkoló, és ott nem ismernek pardont, úgyhogy ott keményen büntetnek, meg hosszú utál előttem. Ha a Jóisten is úgy akarja, akkor holnapra van hivatalosan kiírva a babánk születése. Nekem ott lenne a helyem. A harcot folytatjuk emberek, magunkhoz térünk. Minden jót kívánok. Minden jót. Csak egy üzenet és ott vagyunk.